Pontosan 3 óra. Ekkor az irgalmasság órájában gurult be a gyászkocsi a Kis Szent Teréz római katolikus templom elé, ahol hívek ezrei várták az atya földi maradványainak hazaérkezését. A tömegben sokan könnyeztek, mások könnyeiket visszatartva álltak néma csendben. Az elhunyt pátert paptestvérek, rokonok, barátok, a hívek közösen fogadták, a koporsót az egyháztanács tagjai helyezték el a ravatalon. A vasárnapi fél hetes szentmise után a vírasztás 22 óráig tartott, ma reggel 8 órakor újra kinyitották a templomot. A nap folyamán bárki fejhajtással tisztelekedett a ravatal előtt és imádkozhatott a templomban. Sokan eljöttek emlékezni, elbúcsúzni. Délután 5 órától kezdődött az a szentmise, melynek végén elbúcsúzott a város a plébánostól és földi maradványait elengedte szülőfalujába. Botár Gábor végrendeletében így vall: a szolgálati papságot Szent Pál szavaival csak Jézus Krisztus kegyelmében mertem vállalni. Mindenre van erőm abban, aki engem megerősít. Meg vagyok győződve, hogy Jézus Krisztus, aki földi életemben velem volt, a halál utáni örök életben is velem lesz. Dr. Botár Gábor február 18-án hajnalban hunyt el, miután Olaszországban síbalesetet szenvedett. A páter 51 éves volt. Temetésére kedden déli 12 órakor kerül sor szülőfalujában Csíkszentgyörgyön, a bánkfalvi Kálvária temetőben.